10 éve nyújt normatív támogatást a város, amellyel a helyben működő nyugdíjas klubok programjait működését segítik. Azóta a klubtagok személyes adatait tartalmazó listát minden év januárjában kellett benyújtani a hivatalnak, csak ezután kaphatták meg a fejkvóta alapú támogatást. Bereznai Csaba elmondta, a szakhatóság még tavaly nyáron kért információkat a megyeszékhelyi jegyzőjétől, majd elrendelte a nyugdíjas klubok taglistáinak megsemmisítését. Ennek a hivatal munkatársai eleget is tettek, mondta az alpolgármester. Bereznai Csaba arról is beszélt, hogy a hivatalban arra kérték az aljegyzőt és az irodavezetőket, hogy tekintsék át az adatkezelés gyakorlatát. Idéntől nyilván már nem mehet így tovább. Nem lehet fejkvóta alapján támogatni a nyugdíjas klubokat. Pályázatot fogunk nagy valószínűséggel kiírni, ezt a közgyűlésnek kell elfogadnia. A márciusi közgyűlése szeretnénk ezt az előterjesztést bevinni. Ugyanazzal a céllal, tehát ugyanolyan nyugdíjas klubok támogatására, ugyanakkor összeggel, de nem fejkvóta alapján, hogyha így nem lehet.